Tegnap láttam egy interjút a veled is, az edződel is az M4-en, és ott mondta az edződ, hogy igazából az, hogy fizikálisan jó leszel, az egy dolog, de hogy mentálisan az, az a lényeg. Szóval hogy érzed magad mentálisan, mennyire vagy felkészülve? Úgy gondolom, hogy mire odaérünk, fel leszek készülve. Úgyhogy reméljük a legjobbakat. Persze, néha van egy kis krek, de nem gondolom, hogy rossz állapotban lennék. Ugye erre készültünk, a hazai világbajnokságra, úgyhogy úgy gondolom, hogy össze fog állni a kép. Jobban izgulsz egy hazai VB előtt? Még nem. Sőt, hát nem, igazából nem izgulok. Jó, persze a last quorumba kérdeznéd meg ugyanezt a kérdést, akkor azért biztos izgulni fogok. De nem, abszolút nem zavar, sőt, inkább szerintem teljesen pozitív. Tehát, hogy mi nagyon örülünk, hogy ennyien ki fognak jönni szurkolni nekünk, ez tök jó érzés. Most már azért minden nap fogunk úszni, vasárnapot is beleértve, de ugye egyre kevesebb a kilométer, de mondjuk lesz egy-két elég erős iramfeladat, de igazából most már csak a speciális dolgokat csináljuk, tehát nem leszünk annyira leterhelve. Ilyenkor elég nehéz, mert ugye egy picit már csökken a kilométer, de elkezdi magát kipihenni az ember, és akkor mindig borzasztóan érzi magát, de van még igazából két hetünk, úgyhogy nem panaszkodom. Ugye 100-200 gyors, ami van, mert közül bejött a 200 gyors is így a képbe, mert ugye volt szintem, és úgy néz ki, hogy akik előtte vannak, nem úsznak. Úgyhogy én tudok, hát a 4x200 gyors váltóban van szerintem a legnagyobb potenciál, ugye olimpiai 6. váltó, Európa bajnok váltó, elég jók vagyunk mindannyian, úgy gondolom 200-on, sőt még 5-en is vagyunk 4 helyre, úgyhogy szerintem az elég jó lehet. Én úgy emlékszem, 2010-ben elég nagy eufória volt, mikor nyertetek itt EB-t. Hasonló hangulatod vársz? Igen, teljes mértékben igen. Jó, mondjuk ez a 2010-es EB, hát ez fantasztikus volt. Nekem az volt életem versenye egyébként, tehát arra emlékszem vissza a legszívesebben, és ugye én voltam befutó ember a váltóba, úgyhogy arra meg még szívesebben emlékszem. És szerintem legalább 4 éve készültünk arra, hogy mi Európa bajnokok leszünk a lányokkal, és az, hogy ez pont itthon sikerült. Úgyhogy úgy gondolom, hogy hasonló céljaink vannak most is, ugye a világbajnoksággal kapcsolatban, hogy jó lenne már érmet szerezni, úgyhogy reméljük, hogy a közönség hozzá fog minket segíteni ez. Tesóddal, Dáviddal nagyon tudjátok egymást segíteni, de mi az, amiben te tudod őt támogatni, és mi az, amiben ő tud a legjobban téged? Béki atya. Nem, csomószor lakunk egyébként egy szobában olyan nagy versenyeken, úgyhogy ugye páratlanul jövünk ki, akkor természetesen vagyunk egy szobában. Hát ennyi idő sem már nehéz alkalmazkodni máshoz, úgyhogy Dáviddal tök jól el vagyunk. Igazából az, hogy alapból az, hogy ott van az ember mellett, hogy tényleg sose vagyok egyedül, azért az egy nagyon jó pont, és hát nem tudom igazából, mivel tudom segíteni, majd szól, hogyha van valami. Igazából mindig más tényleg. Néha békén kell hagyni, néha beszélgetni kell vele többet, úgyhogy ez teljes mértékben változik. Ő is nagyon készül erre a világbajnokságra, milyen állapotban van most? Jó állapotban van, ugye Rómában nagyon jól sikerült neki a 400 vegyes, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez sikerül neki még egyszer, és akkor nagyon szép napok elébe nézünk.